A Magyar Percek szerkesztőségének létszáma a kezdetektől máig fokozatosan csökkent. Az egykor 12 munkatárs alkotta csapat 3 főse zsugorodott. Ezen kívül folyamatosan műsorsugárzási gondok is felmerülnek. A szerkesztőség mégis elszánt és igyekszik rendületlenül helytállni, hiszen élvezi a nézőközönség támogatását. Sokan vannak, akik nézik, akik nem értik a nyelvünket, tehát érdeklődés van a más nyelvűek től is, és azért szeretnék, hogyha az egész műsor feliratozva lenne, mert valamikor az úgy volt, amikor többen voltunk, de mivel annyira leszűkült a munkatársi kör, nekünk most nincs erőnk és lehetőségünk erre. A Magyar Percek a főként oktatási, művelődési és egyházi témák mellett igyekszik minden jelentősebb eseményt is figyelemmel kísérni. A fiatal munkatársak többsége külföldön kamatoztatta itthon szerzett tudását, de azért akad köztük olyan is, aki a nehéz körülmények ellenére is itt látja jövőjét. A belgrádi magyar egyetemnek a magyar szakán vagyok, beszeretném fejezni ugye az utolsó évet, levizsgázni mindegyik vizsgából, és utána nem merek semmit tervezni, itt maradok a tévében, és csinálom, ameddig erre lesz szükség. Balassa Julianna a műsor előző főszerkesztője a kezdetektől jelen volt, és több mint egy évtizeden át részt vett a műsorok arculatának kialakításában, sőt manapság is nagy támasza a szerkesztőségnek. Vagyunk még, vannak még, akik tényleg kiállnak a nyelvőrzés mellett, a kultúregyesület fenntartása mellett, és hát olyan eszközökkel, amilyennel lehetségesek, igyekszünk megmenteni a menthetetlent, és ennek az egyik láncszeme okvetlenül a Magyar Percek.